Tihanyi Lajos a 20. századi magyar modernizmus egyik legizgalmasabb alakja. A Nyolcak festőcsoportnak volt tagja, talán Benyei Róbert mellett mondhatjuk azt, hogy a legmodernebb vagy a legextrémebb újításokra kész festője volt. Ebben az időszakban, amikor a Nyolcakkal együtt festett, akkor leginkább az expresszionizmus volt rá jellemző. Ez a festmény, ami most előkerült, ez a Nyolcak időszakába éppen hogy csak belefér, pontosabban ők akkor már valószínűleg már nem voltak együtt, 1912-ben állítottak ki utoljára a Nemzeti Szalonban, és ez a most előkerült festmény, ez nagy valószínűséggel egy vagy két évvel később készült. Tihanyi Lajos egy igazi, tőzsgyökeres városi figura volt. A belvárosban nőtt fel, az édesapjának volt egy kávéháza a Rákóczi úton, úgy hívták, hogy Balaton kávéház, Tihanyi itt nőtt fel. A nagyvárosoknak, a metropoliszoknak a nyüzsgése, a dinamizmusa, a pezsgése, ez volt az, ami igazán inspirálólag hatott rá, és az életműben a legkiemelkedőbb festményeket is mind nagyvárosokban festette, például Párizsban, vagy Berlinben, illetve Budapesten. De mégis azt látjuk, hogy valahogy a Budapest tematika szinte hiányzik az életműből. Egyébként nem csak Tihanyi Lajosnak, hanem a magyar festészetben egyaránt nagyon kevés Budapest tematikájú képet láthatunk. Az, hogy előkerült egy ilyen, eddig teljesen ismeretlen, fantasztikus remekmű, ez egy abszolút örömünnep a szakmánknak. Jó néhány olyan budapesti művéről tudunk, amelyeket feljegyzésekből, képcímekből, kiállítási katalógusokból van tudomásunk róluk, hogy léteztek ezek a tájképek, viszont sokszor még fekete-fehér archív fotónk sincs ezekről a művekről. Tihanyi írt egy saját kezű övrejegyzéket, tehát az összes művének a listáját az 1930-as évek közepén Lajstromba szedte. A 200. tételnél szerepel egy Market Híd, vagy tájkép Market Híddel című festmény, aminek odaírta a tulajdonosának is a nevét. Polgár A, Dr. Polgár A, Budapest, és szerencsénkre, amikor ez a festmény előkerült, akkor a vakrámán találtunk egy pecsétet, amin szintén ugyanez a név szerepel. És hát így könnyen azonosítható, hogy ez a festmény, ez bizony azzal azonos, ami a Tihanyinak a saját Lajstromában szerepel. Wagner János a monarchia idejének egyik legkiemelkedőbb építésze és kivitelezője volt, és a nevéhez olyan épületek fűződnek, mint például a szabadságtéri egykori tőzsdepalota, vagy a pesti vigadó, az Asztórián, az Ungerház, illetve még a gödöllői kastély kialakításában is nagyon fontos szerepet kapott, amelyen elnyerte Ferenc József császár elismerését is. Az igazi főműve azonban mégiscsak a saját otthona volt, amelyet minden tudásával és szeretetével épített népes családja részére. Ezt a telket már 1857-ben megvásárolta, hogy létrehozzon rajta két önálló villát, amelyet egy ilyen árkádos folyosó fogott közre, és hát középen volt a Gülbaba tűrbéje. Gülbaba egy bektási dervis, azaz egy harcos muszlim szerzetes volt, aki a török hódító hadakkal együtt érkezett Budára, és a legenda szerint 1541-ben halt meg. A jelentőségét jól mutatja, hogy a temetésén a Szulejmán uralkodó is részt vett, és 1548-ban épült fel a tűrbe, vagyis a török sírkápolna, amely aztán később zarándok helyé vált. Gülbaba, magyarul rózsák atya, róla kapta a rózsadomb az elnevezését. Utána néztem, hogy az 1913-14-es években milyen sajtója volt Gülbaba tűrbéjének, és hát pestesen szólva tényleg a csapból is ez folyt. 1914-re már a Wagner villa nagyrészt lakatlan volt, a család az eladásról gondolkodott, azon kívül a Gülbaba tűrbéjénél ásatásokat kezdtek, exhumálni szerezték volna magának, Gülbabának a sírját és a testét. 1914 körül elkezdtek azon gondolkodni, hogy felhasználva a Wagner villa épületegyüttesét, átalakítják az egészet egy óriási nagy mecsetté. Ez lett volna Európa legnagyobb mecsete. Ez a terv, ez porondon volt egészen
a II. Világháború kitöréséig. Egyébként még maga Mussolini is nagyon támogatta ezt a tervet. Ebben az időszakban közel 2000 muszlim lakott Budapesten, úgyhogy ez lett volna az ő mecsetük. Én szerintem a Tihanyit 1914-ben ez a sok sajtóhír azért valamennyire csak kapacitálta arra, hogy fölcaplasson ide és megnézze ezt a helyszínt, és valószínűleg akkor ragadta meg ez a látvány, úgyhogy én erre szavazok, hogy valószínűleg 1914-es ez a kép.